Hello, jó napot, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Tegeződni fogok, maradjunk annyiba. Szerintem sok vásárlót, nézőt ismerek is, meg egyszerűbb lesz így beszélni, meg Zolival is ugye tegeződünk. Igen. Okay, kedd van 11 óra, és hogy ígértük, indul a Facebook élő adásunk ezen a héten. A múltkori adást egyébként viszonylag kevesen nézték, és utána nagyon sokan nézték vissza, és Zoli mondta, hogy még a boltos ismerőse is megdicsérte. Úgyhogy van ennek értelme, folytatása következik, és többször jelentkezünk ezzel, hetente legalább egyszer, de majd aztán kétszer is. Oké, ahogy a beharangozóban is mondtam, a mostani témánk, ez a Guinness csepp, nem tudom, hogy ismered-e, hallottál-e róla, van is egy kis szavazásunk egyébként, és ha bárkinek kérdése van, vagy kérdésed van, akkor nyugodtan tedd fel a csetbe, valószínűleg majd a későbbiekben fogjuk megválaszolni, mert szeretnénk egy jó 10-15 percbe beszélni erről a termékről. Ugye Magyarországon a túlsúlyon és a magas vérnyomáson kívül majdnem mindenki szenved valamilyen belső gyulladástól, emésztőrendszeri, ivarszerv jellegű gyulladásoktól és ízületi gyulladásoktól, ami egyébként egy nagyon külön téma. Zoli egy kicsit belevetette magát, hogy egy kicsit jobban bele tanuljon és ügyesebb legyen ebben a dologban, meg neki egyik diplomája is erről szól. Szóval ez a Guinness csepp, ez egy gyulladás csökkentő termék, egy magyar termék, és fő érdekessége, hogy nincs mellékhatása. Egy évvel ezelőtt találkoztunk vele, egy gyógyszerész vásárlónk ajánlotta magát a terméket, Anikó, mert hogy ő is vásárolt tőlünk, sok gyógyszerész és orvos is vásárolt tőlünk szerves vitaminokat, magvakat, hasonló dolgokat. Szóval ő ajánlotta nekünk, és Zoli egy kicsit utána nézett ennek a terméknek, aminek a egyik fő hatóanyagáról kérdezlek rögtön téged is, mondj egy néhány szót erről a Guinness-ről. Gyakorlatilag a Guinness-nek volt egy kis előélete, nem tudom, azt elmondod-e esetleg. Volt egy injekció, a 70-es, 80-as években dr. Újhelyi Károly az első magyar Kossuth-díjjal jutalmazott orvoskutató fedezett fel véletlenül egy laktobacillus törzset, aminek kiderült, hogy egy csodálatos gyulladás csökkentő hatása van. Ezek nem élő baktériumok, hanem egy hővel elölt és speciálisan robbantott változata ennek a laktobacillusnak. Egyébként laktobacillusokon belül is többfajta törzs létezik, ez a laktobacillus rejteri, és ennek is többfajta változata van. Szóval 70-es, 80-as években fedezték fel ennek a működését, hatásmechanizmusát, aztán volt két nagyszerű fiatal kutatóorvos, dr. Lázár Erika és dr. Varga Gyula, akik 20 évig nagy barátságban az Újhelyi Károly dr. úrral közösen végezték a kísérleteket, és ebből készítettek egy vakcinát is, egy injekciót, aminek az volt a neve, hogy Guinevac. Talán sokan ismerik ezt, főleg akik meddőséggel küzdenek és rákerestek erre a dologra. Ez egy injekció volt, ami 2012. októberig forgalomba volt, akkor sajnos megszűnt a törzskönyve, mondjuk ez egy másik történet, és nem akarok összeesküvés elméleteket mondani, megszűnt ez a vakcina, és ezt feliratták nőgyógyászok és körzeti orvosok, és ugye a vakcinának is ez volt a fő hatóanyag, ez a laktobacillus rejteri, amiből készült, miután már a vakcina nem volt kapható, egy termék, ami most jelenleg nem orvosság, nem gyógyszer, hanem egy OET engedéllyel ellátott, tulajdonképpen egy gyógyhatású készítmény, OET nyilvántartási száma van, étrend kiegészítő, úgyhogy innen adom át neked a szót, Zoli. És akkor én visszautalnék erre a bizonyos Guinevacra, illetve annak a felfedezésére, mert az úgy történt, hogy tulajdonképpen egy gyulladás csökkentő anyagot szerettek volna fermentálni, gyógyszerészeti felhasználásra, és hát ez jól működött ám, de nem volt tiszta, és elkezdték tisztítani ezt az anyagot. Aztán azt vették észre, hogy minél inkább letisztítják, annál inkább csökken a hatása. És akkor megnézték az, mi az, amit kiöntöttek a mosdóvízzel, és hát végül is a mosdóvízben volt benne ez a néhány törzs. Most már csak ez az egy törzs, mert mindjárt rátérek. Tehát néhány törzset találtak, amik laktobaciluszok voltak, méghozzá gyakorlatilag a bélflórából kerültek vissza ezek a mikroorganizmusok, és egy olyan tulajdonságot
sikerült rájuk bizonyítani, hogy bizony az immunrendszer működését nagyon komolyan stimulálják. Mikor megszűnt a Ginevac, ami több törzsből állt, akkor gyakorlatilag volt még egy fogható törzsünk volt egy törzs a kutató kezében, a Gyulabácséknál, ez a bizonyos Reuteri, ami még szabad volt, tehát amit el lehetett még indítani újra. És végül is érdekes módon ez az az egyik törzs, amivel az életünk során legelőször találkozunk. Tehát a tejjel táplált csecsemők, tehát anya emlőről táplált csecsemők az emlőről gyakorlatilag ezt és még néhány törzset, ami az ő immunrendszerük, a mi immunrendszerünk beindítása szempontjából kulcsfontosságú, ugyanis egy steril tápcsatornával születünk, ezt úgy kell benépesíteni, és érdekes módon ezek a baktériumok az első lakói a vércsatornának, és gyakorlatilag ezek alakítják aztán ki majd az immunrendszernek a helyes működését. Tehát ez egy fontos dolog ezt tudni ezekről a jószágokról, hogy gyakorlatilag teljesen veszélytelenek, mert bennünk vannak az első pillanattól kezdve szinte. Hát aztán kiderült, hogyha ezt nem úgy alkalmazzuk, hogy effektív baktérium, hanem ezt a baktériumot előjük, mert ugye a vakcinázásnak ez egy alapkövetelménye, hogy nem juttatunk be élő sejteket, akkor is hatásos maradt, tehát nem az ő életműködéséhez kapcsolódik gyakorlatilag ez a hatásmechanizmus, hanem valamilyen olyan anyaghoz, amit tartalmaz ez a baktérium. És hát végül is így alakult ki ez a mostani Ginep csepp, ahol egy nagy sejtszámra felszaporított baktérium tömeget előlünk, gyakorlatilag élő sejtet már nem tartalmaz, csak azokat az anyagokat, amik az immunrendszer stimulálását végzik. Gyorsan ennyi. Valahogy a köztudatban az van, hogy a bacillusok azok károsak az ember szervezetére, azokat írtani kell, mert azok nem jók, de ahogy te is mondtad, ugye ez az életünk során az anyateljel eleve a csecsemő, ez már a szervezetébe az anyateljel együtt bejut, és aztán ahogy felnőttek leszünk, vagy ahogy a felnőtt életünket éljük, ott is munkálnak bennünk a bacillusok, de még mindig megvan ez a negatív jelentése ennek a terméknek, és nagyon sok szer dolgozik azon, hogy kiírtsa ezeket a laktobacillusokat, illetve mindenféle bacillust a szervezetben, mert azt gondoljuk, hogy ez rossz. Ugyanakkor ugye, ahogy mondtad is, hogy az immunrendszerünket ez valamilyen szinten támogatja, az a csodálatos benne, hogy ez egy mellékhatások nélküli szer. A másik, hogy a kutatások során véletlenül arra jöttek rá először, hogy az ilyen irritábilis bélszindrómát, nőgyógyászati gyulladásokat és urológiai problémákat oldja meg, és én úgy tudom, hogy az immunrendszerek több mint 70%-a az a bélflórából áll, és hogyha annak az állapota jó, tehát nem gyulladt az állapota, akkor a szervezetnek a védekező rendszere is működőképesebb. Igen, hát kicsit pontosítanám ezt. Arról van szó, hogy ugye a bennünk lévő hasznos mikroflóra, tehát az a sejt tömeg, vagy sejt szám, inkább úgy mondom, az több, nagyobb számosságú, tehát több mikroba sejt van bennünk, mint a mi emberi sejt összességünk, beleértve az idegszövetet is. Tehát egy hatalmas tömegről van szó, tehát a kibocsátott végtermékünknek a jó része, 60-70% az baktérium tömeg. Ezek nélkül a baktériumok nélkül nem tudnánk létezni. Azt is megfigyelték, hogy ez minél összetettebb, annál jobban működik a szervezetünk. Tehát a vitamin előállítástól a hazontalan vagy káros anyagok akkumulálásáig nagyon sok mindent elvégeznek ezek a baktériumok. Ma már azért a televíziót, aki nézi, az látja, hogy hát én a hasznos bélflórát tagja vagyok című bevezetéssel indul a reklám. Tehát igen, szükségünk van erre az együttműködésre, mint hogy a méhekre is szükségünk van, ezek nélkül nem tudnánk létezni. Gyorsan még egy kérdés, ugye visszatérek egy picit a bélnyálka hártyára.
ezeknek az állapotát a stressz is nagyon negatívan tudja befolyásolni, illetve a táplálkozásunk is. Hát onnan induljunk, hogy minden gyulladás, tehát a gyulladás, annak az orvosi fogalma egy eléggé érdekes fogalom. Azt lehet mondani, hogy általában valamiféle irritabilitás, valamiféle nem odavaló dolog idézi elő, és ennek egy része a stressz is. Tehát a stressz, én most nem térnék ki, hogy milyen módon tér-e, vagy kapcsolódik-e ezzel a dologhoz, lényeg az, hogy kapcsolódik hozzá, nem is kicsit kapcsolódik hozzá. Még egy picit visszautalnék arra, amit kérdeztél, és végül is mindent elmondtam, csak nem válaszoltam a kérdésre. Tehát arról van szó, hogy ezekben az esetekben, amikor gyulladásokról beszélünk, az immunrendszer az úgy működik, hogy vannak fehér vérsejtjeink, amik túszkálnak a lében, és amikor probléma adódik, és kapnak egy jelet, akkor ezek átalakulnak egy kicsit, és falósejtekké válnak, és ezek a falósejtek egyszerűen felfajják a betolakodót, most legyen az bármi baktériumkomban, stb. Most ezt az átalakulást katalizálja az ebben lévő anyag. Tehát nagyon érdekes, mert ugye amikor a gyerek megszületik, ő védtelen. De abban a pillanatban, hogy ebből már ezek az anyagok átkerülnek, erre az átalakulásra a saját fehérvérsejtek képesek lesznek. És halálunk pillanatáig ez működik. Ezt segíti, ezt a folyamatot segíti. Hát ez a fagocitózisnak hívják. Így van, fagocitózisnak így van, egy körbeveszi ez a sejt a betolakodót, és elpusztítja, erről van szó. Akkor végül is tulajdonképpen ez a szervezetnek az öngyógyító mechanizmusát indítja el, így és van. Mindenki keresi ezt a grál kincsét, hogy mivel lehet az immunrendszert erősíteni. Igen. Ugye nincs immunrendszer erősítő, de hogyha ennek a egészségi állapotát helyreállítjuk, a bélnyálkahártyának a szerkezetét helyreállítjuk, vagy esetleg a nőknél a hüvelyflóra állapotát helyreállítjuk, mert ott is nagyon sok probléma szokott előfordulni, akkor létrejön egy egyensúlyi helyzet, és tulajdonképpen a szervezetnek az öngyógyító mechanizmusa indul így el. Pontosan. Itt egy kicsi képzavar azért szokott lenni, megmondom az igazat, bennem is volt. Tehát a hüvelyflóra, illetve a hüvely-PH a lányoknál az egy nagyon fontos indikátor, egy nagyon fontos jelző. Ja, annak, hogy rendben működnek-e ott az urogenitális rendszerek. Amennyiben megváltozik a hüvelyflóra, megváltozik a pH, a savassága a hüvelynek. Itt ez azt fogja okozni, hogy azok a hasznos baktériumok helyett el fognak szaporodni azok, amik kevésbé hasznosak. Ezek a mi baktériumaink, ezek aeróbok, tehát szükségük van a levegőre, a másiknak nincs szüksége a levegőre, a rosszaknak úgymond. Viszont a szervezet a rosszak ellen, ha azok elszaporodnak, elkezd toxinokat termelni. Uh-huh. Na most a probléma ott van, hogy ezek a toxinok sajnos ugyanúgy, mint a bármilyen citostatikum, azok a saját sejteket is veszélyeztetik, és például egy újszülött esetében az újszülött sejtjeit idegenként fogják kezelni, és ezek a toxinok elpusztítják az embriót. Tehát emiatt van az, hogy nagyon figyelni kell a hüvely pH-ra, mert ha az megváltozik, akkor beavatkozás szükséges. Egy nőnek az egész élete tulajdonképpen arról kell, hogy szóljon, hogyha a fogamzás tekintjük, hogy ezt a hüvelyflórát rendbe tartsák, különben vagy koraszülés lesz, tehát megindul egy folyamat az endotoxinok miatt, egy idézőjelbe kilökődési folyamat, és koraszülés lesz, vagy nem fog az embrió megmaradni, elhal az embrió, mert saját magunk pusztítjuk el, mármint a hölgyek. Gyula bácsival, azaz dr. Varga Gyulával sokat beszélgetve erről a termékről, visszatérlek még egy picit erre a kicsit kényes témára, amikor a férfiak a női hüvelyflóráról beszélgetnek. Szóval ennek a pH értéke, a doktor úr szerint ezt nagyon kevés nőgyógyász méri, de a pH érték, az, ha magas, akkor az a gyulladásra mutat. Alacsony. Alacsony, igen. Alacsony. És hát a nőgyógyászok általában két dolgot szoktak javasolni. Az egyik, hogyha valaki teherbe szeretne esni, de nem esik teherbe, akkor növekedési hormon, gyulladásokra pedig antibiotikum. És ezt most már az orvosok is elismerik, hogy az antibiotikum az csak a
gyulladásos szakasznak az első részében hatásos, utána is valamilyen szinten hatásos, de hírülse. Ennek a terméknek az a csodálatossága, hogy nagyon sok olyan hölgyel és úrral beszélünk, férfidelművel, aki már számtalan antibiotikumos kezelésen esett túl, és nem csökkent, és sőt, tönkrement a bélnyálkahártya és sok minden más a szervezetében. A Ginep viszont viszonylag gyorsan helyre tudja állítani mind a pH értéket, mind pedig a különböző flóráknak az arányait. Pontosan azért, mert egy öngyógyító mechanizmust indít el, és maga a találmány is tulajdonképpen a csodálatosság ennek az egész dolognak, hogy egy véletlen létrejött terhesség volt az az első szög, amit a dr. Újhelyi Károly fejébe ütött ez a képzavarral ez a termék, hogy tulajdonképpen meggyógyítja a női ivarszerveket, azokat a pici mikrogyulladásokat is helyrehozza, amire nőgyógyászok nagy része nem tud válaszolni, hogy most megtapad egy megtermékenyített petesejt a méhfalon, vagy nem, miért tapad meg, vagy miért nem. Hogyha rendben jön tulajdonképpen a szervezetnek az állapot, az egyensúlyi állapot, ami egyébként most filozófiai rendszereket is mondhatnánk, tehát a szervezet az egyensúlyra törekszik, akkor ezek a terhességek létrejönnek, és még egy érdekesség, hogy a koraszülések aránya is drasztikusan csökkent az injekcióval, illetve a cseppeknek a hatására is. Úgyhogy mi is keresjük régen a grál kincsét, ami kicsi, könnyű, olcsó, mindenkinek nagyon kell, de csak mi árusítjuk. Nem mondom, hogy ez egy csodaszer, de az elmúlt évben én nagyon-nagyon sok vásárlóval beszélgettem, és Zoli is nagyon sok férfivel és nővel beszélgetett. Senki nem számolt be se toxikológia hatásról, se kereszt hatásokról, nagyon-nagyon sok pozitív dolog volt. De amiről többször beszélünk Zolival, hogy mindenkit ugye arra biztatunk az oldalon, hogy a Ginep részletes oldalon írja meg a véleményét, vagy a tapasztalatát a termékkel. Én nem tudom, hogy ez nagy magyar sajátosság, de főleg a negatív dolgot szeretik az emberek megírni. Ráadásul ez egy ilyen intim dolog, tehát hogy most nem tudom, a prostata méretemet lecsökkentette, vagy most helyrehozta a nőgyógyászati gyulladásait. Erről nem szívesen írnak se a férfiak, se a nők. A negatív dolgokról inkább, azért hál' Istennek vannak valós vásárlói vélemények is az oldalon, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt a terméket tudjuk forgalmazni, és én mindenkinek szívesen ajánlom. Ráadásul egyébként akár felső légúti megbetegedések, illetve allergiás tünetekre is ajánlható, remélem, hogy majd ezzel kapcsolatban is hamarosan be tudunk számolni néhány érdekes eredményről. Zoli, annyit mondj már, légy szíves, hogy mi a lényege, ugye a rendszeresség, amiről beszéltünk, illetve körülbelül egy kúra mennyi ideig tart, és mennyi hatóanyagot kell ebből beszedni. Igen, azért is ajánljuk az oldalon, hogy párosával vásárolják, mert gyakorlatilag két ilyen üvegcse, egy kúra, gyakorlatilag ez egy két és fél hónapos időtartam. Ez alatt azért már pozitív tulajdonságok azért meg fognak mutatkozni. Még egy dologra kitérnék itt a férfiak kapcsán, mert itt a lányokról beszéltünk csak. A férfiak éppen ugyanolyan problémásak, tehát 50 fölött, sőt már 50 alatt, sőt egész komoly prostata problémák lépnek fel. Érdekes módon én nagyon sok férfivel és nővel beszéltem telefonon, és a nők sokkal nyíltabbak ezekkel a problémákkal kapcsolatban. A férfiak zárkózottabbak, ők nem merik nevén nevezni a dolgokat, tehát véletlenül sem. Tehát igen, fel kell vállalni, és el kell kezdeni időben, mert nagyon komoly prostata problémák oldhatók meg, illetve kerülhetők el, ha valaki ezt a kúrát megcsinálja. Megelőzési célról is szedhető, ugye évente egyszer-kétszer. Így van, érdemes megismételni egy fél év kihagyással, vagy néhány hónap kihagyással ezt a kúrát. Tudom, pénzbe kerül, tudom, nem olcsó, de én azt hiszem, az egészségüket sokkal-sokkal többet ér. Illetve, hogyha az antibiotikum, illetve egy probiotikumnak az árát összevetjük, akkor körülbelül itt tartunk, és akkor ez egy mellékhatások nélküli szer. Amiről még nem beszéltünk, hogy a szintén férfi és női probléma is, hogy nagyon sokan küzdenek felfázásos tünetekkel, ilyen hurut jellegű dolgokkal, ezt is egészen hatásosan oldja meg. Ez minden gyulladás, tehát minden, ami gyulladásos folyamat, arra ez jó. Pont azért, mert a szervezetet idomítja rá pillanatok alatt ezekre a gyulladásokra, tehát nem úgy működik, mint egy antibiotikum, hanem sokkal emberibb
normális működésre serkenti a szervezetünket. Egyet még szeretnék megemlíteni. Bizonyos autoimmun betegségeknél, amikor a szervezetnél az a probléma, hogy az immunrendszere túlságosan is vad, és rá szabadul a saját sejtekre, ott nem alkalmazható ez a szer. Tehát mindenképpen konzultálni kell bizonyos autoimmun jellegű betegségeknél az orvossal, illetve a Gyula bácsival, vagy valakivel, aki egyáltalán hajlandó erről a témáról beszélni, de mindenképpen az autoimmun betegségek kivételt képeznek a használatban. Sok mindenről beszéltünk, én azt gondolom, hogy lassan abba is hagyjuk, mert 20 perc eltelt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma. A közvetítés után kiírom a stream, tehát a videó alá dr. Varga Gyula telefonszámát. Én mindenkinek el szoktam mondani, hogy Zoli is, meg én is nagyon sokat tudunk a termékről beszélni, de ha valaki igazándiból egy szakértővel, és Gyula bácsi talán az egyik, aki az országban a legnagyobb szakértője ennek a dolgnak, 40 évig volt a Kazinc Barcikai gyerekosztály vezető főorvosa agyunktusa, tehát őt nyugodtan lehet hívni, 78 éves, már nem praktizál, de mindent tud a termékről. És én azt gondolom, hogy én nagyon örülök annak, hogy ezzel a termékkel egy évvel ezelőtt találkoztunk, mert nagyon sok embernek az életén segít. Igen, pénzbe kerül, de én nagyon örülök ennek, hogy mi ezt árusítjuk, és nem pisztolygolyókat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, nyugodtan tegye fel itt a chatbe, vagy utána Gyula bácsinak a telefonszámát is megérjük, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét.